Szeptember utolsó vasárnapjára esik Fogoly kiváltó boldogasszony ünnepe, amit a török idők óta tartanak számon Búcsúszentlátlón és környékén. Története szerint Bécs török uralom aluli felszabadítása után szeptember 24-én a visszavonuló török sereg 3200 foglyot vitt magával, akik csodás módon szabadultak meg. A kegytemplomban és annak kertjében több százan gyűltek össze az elmúlt vasárnap. Az ünnepi szentmisét a nemrégiben kinevezett plébános Tódor Szabolcs meghívására Sebastian Benvin indiai verbita szerzetes mutatta be. Kereszten függve azt mondja, íme a te anyád, és az édesanyjának mondja, íme a te fiád. Azon a napon Szuzanya a mi anyánk lett, és mi meg az ő gyermekei. Amikor imádkozunk a rózsafüzén, ezekre elmélkedve, ha imádkozunk is, tiszta szívből, ha tudjuk bűnbánatot tartani, mondom nektek, különböző dolgoktól tudjuk megszabadulni. Testileg, lelkileg, szellemileg is, érzelmileg is. Teljesen szabadult emberek lehetünk Istenben. Ilyen emberek lenne szükség ma az egyháznak, a világnak, családnak, közösségünknek. Ezen a napon, amikor ünnepeljük, kedves testvérek, ezt a szép ünnepet, ami történelem folyamán már évek óta tartjuk, adjon Szuzanya pártfogását, nekünk ezt a segítséget és nyitottságot, hogy tudjuk őszinte szívvel imádkozni, őszinte szívvel bűnbánatot tartani. Így teljesen szabadulva érezni belülről, és szabad embereként, Isten gyermeként élni itt a Földön. Hálát adunk a mindenható Istennek, hogy megérhettük ezt a csodálatos napot, hiszen itt a településen évről évre, szeptember utolsó vasárnapján megünnepelték, és megünnepeltük mi is ma, és Isten kegyelméből reméljük, hogy az elkövetkezendőkben is meg fogjuk ünnepelni Fogoly kiváltó boldogasszonynak a búcsú ünnepét. A szentmisére pedig joggal mondhatjuk, hogy érkeztek az ország minden részéből autókkal, vonattal, buszokkal, és nyilván itt még gyalog is érkeztek zarándokokkal. Ez a búcsú sok ember számára nagyon kedves, hiszen hogyha eljönnek ide a Szűzanyához, akkor elhozhatják ide gondjaikat, nehézségeiket, problémáikat, és ide helyezhetik a Szűzanya oltárához, a Szűzanya lábához, és az elkövetkezendő időszakokban kérhetnek erőt a zarándokok, hiszen nem véletlen, hogy a búcsú nevében is bennem van, hogy Fogoly kiváltó boldogasszony, tehát ma is az ember nagyon sok mindentől meg akar szabadulni, a különböző szenvedélyektől. Mennyi és mennyi ember, akinek nincsen meg a lelki békéje, vagy nem tud megszabadulni, vagy nehezen különböző bűnöktől, vagy éppen sokan imádkoznak a családi békéért, tehát különböző szándékokkal érkeznek ide a Szűzanyához, Búcsú Szent Lászlóra. Én augusztus 16-ával kerültem ide, érsek atya kérte, hogy legyek Búcsú Szent Lászlónak a plébánosa. Azt gondolom, hogy hát nagyon sok teendő van, nagyon sok feladat van itt a búcsújáró helyen, de nyilván ez az időszak, amit még itt töltöttem, nem egy hosszú idő, de mind az önkormányzat, mind a hívek részéről, a felnőttek és a gyerekek részéről csak segítséget és jó szándékot kapok és tapasztalok. Hát a ma embere számára különösen üzenete van a Szűzanyának, amikor ugye látjuk szerte a világon, hogy mennyire üldözik a keresztényeket, mennyi is ember azért, mert nem tagadja meg hitét, akkor kioltják az életét. A ma emberének üzenete az, hogy a ma embere is újra és újra különbséget kell tudjon tenni a jó és a rossz között, és fontos az, hogy az emberek újra visszatérjenek az imádsághoz, magához, az Istenhez és a Szűzanyához, tehát a Szűzanyán keresztül találják meg az Istenhez vezető útat és a segítséget, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Isten és a Szűzanya nélkül mi semmik nem vagyunk, hiszen ott van a Szentírásban is olvassuk, ember, mit van, amit nem kaptál, és hogyha nem kapunk hozzá erőt, akkor sok mindent bizony mi csak magunk
még hogyha azt is gondoljuk, meg tudunk valósítani, látjuk, hogy sokszor nem sikerül. Tehát éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, és látom azt, hogy nem csak a egy-egy búcsú alkalmával, hanem a szürke hétköznapokban is nagyon sokan látogatják a templomot, egy-egy percre oda térdelnek a szűzanya lábához, imádkoznak és énekelnek, erőt és kegyelmet nyernek a zarándokok, az idebe térők. A Szentmisén a plébánossal és az évtizedek óta Budapesten élő Benvin Sebastian Verbita atyával együtt koncelebráltak a környékbeli atyák is. A zenei szolgálatot a Magyar Honvédség Légierő zenekara látta el. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzen, érdemét idézzed. István